Három napi utazás után éjszaka megérkeztünk Auschwitzba. Hirtelen fény villant meg. Aztán zajt hallottam. Természetesen zűrzavar volt. Válogatni kezdtek minket. Jobbra, balra. Jobbra, balra. Mindig elegáns volt, fehér kesztyűt viselt. Jóvágású volt, de nem szembetűnő. Az arca egészen kellemes, és a szeme. Azokat a szemeket nem lehet elfelejteni. Auschwitz gyermekei. Mengele kísérleti nyulai. Tárgyak. Tudományos nyersanyag. Lelkiismeretlen ember volt. Számomra egyáltalán nem volt orvos. Az orvos az életre esküszik fel, ő pedig a halálra esküdött. Kegyetlen ember. Valóságos ördög. 1945. januárjában az atrocitások színteréről szökött meg üldözői elől. Mengele doktort soha nem fogták el. Szörnyű tettei élete végéig kísértették. Haláláig rettegett attól, hogy rábukkannak. Ez az ember lett volna az auschwitzi haláldoktor. Hitler csatlósai. Mengele. A haláldoktor. Josef Mengele 1911-ben született Günzburgban, a Duna mentén. Csendes, jószívű gyermek volt. Apja mezőgazdasági gépeket gyártott, tehetős ember volt. A fiatal Mengele tisztában volt az őt megillető tekintéllyel. Szeretett élni. Günzburg népszerű kávézójába, a Máderbe Mengele általában nem politizálni, hanem szórakozni járt. De Hitler befolyása alatt a helyzet megváltozott. A Mengele család bálványozta Hitlert. Ez nem meglepő, hiszen Hitler a gazdálkodók szövetségese volt. Mengele apja pedig gazdálkodásból élt. Az ifjú Mengele azonban nem akart apja nyomdokaiba lépni. Önálló karrierre áhítozott. Titkos vágya volt, hogy híres orvos, tudós és kutató váljon belőle. Hitler fajelmélete túlzottnak tűnhet, de Mengele úgy vélte, a komoly tudományos cél bármely eszközt szentesít. Mengele antropológiát tanult. Az árja faj felsőbbrendűségét akarta bizonyítani. Ez összhangban volt az alapvető náci ideológiával. Nem az állam parancsol nekünk. Mi parancsolunk az államnak. Nem az állam teremtett bennünket, mi teremtettük az államot. Összhangban, önnön erkölcstelenségével.
Hitler sajátos fajelmélete ezen a helyen teljesedett ki. Frankfurtban a genetikus professzor Ottmar von Verschuer asszisztenseként Mengele tökéletesítette árja elméletét. Később kidolgozta a felsőbbrendű faj végső elméletét. A faji tisztaság megvalósítása hivatalos céllá vált. Előbb meghatározzuk a vércsoportot. Josef Mengele ekkor már szakértői státusban dolgozott. A döntés sokszor szeszély kérdése volt. A Reich úgy határozott, amíg elfogadható megoldást nem találnak, a nem kívánatos elemek kiküszöbölendők. Akik kiállták a próbát, bekapcsolódhattak a komor diadalmenetbe. Nekik kellett megszülniük az uralkodó fajt. Tudjuk, hogy tökéletesítenünk kell. Ahol ember tökéletesíthet, ott tökéletesíteni is fogunk. Mengele vezető szerepre vágyott. Abban az időben csak az SS-szel juthatott magasabbra az ember. Az SS volt Hitler rendszerének fekete rendje. Az elitista törekvések megtestesítője. Elsőként a nyomorékokat ítélték pusztulásra. Ezek számára a náci uralom idején nem volt kegyelem. Áldozatul estek a csupán erős, egészséges egyedeket megtűrő durva filozófiának. A nyilvánosság előtt először egy 1939-es propagandafilmben beszéltek róla. Az örökség. A tévedés. Ezen szerencsétlen lények eltartása Németország évi 700 millió márkáját emészti fel. Az állatvilágból vett példák magyarázták, hogy miért kell a gyengébb egyedet elpusztítani. Az azonos fajú állatok között is vannak harcok, melyekben a gyengébbik, az erősebb áldozatául esik. A szerencsétlen nyomorékok a hősi árjafajjal ellenkező oldalon álltak. Csak egy egészséges, erős nép alkothat nagyot a nemzet és a világ javára. Németországban lehetetlen helyzet állt be. Egyre több orvost alkalmaztak hóhér munkára. Az eljárás terméketlenítéssel és abortusszal indult, végül gyilkossággal zárult. Az erőszakos halálnemet az életre érdemtelen lét elpusztításának nevezték, egyszerűbben eutanáziának. Gyilkosságok százezrei. Diktátor vezette orvoslás. Ez a módszer tűnt a legbiztosabbnak. Az orvosi eskü új színezetet kapott. Hűséges kő a teljhatalmú uralkodó előtt. Lelkiismerettől és következményektől függetlenül. A náci Németországnak nem voltak tabu témái. A propaganda alembereknek nevezte őket. A tífusz orvoslását kutató tudósok kedvükre kísérletezhettek rajtuk. A módszer egyszerű volt. Emberi lényeken kell kísérletezni.
A koncentrációs táborok lakóit szándékosan megfertőzték. Túlélő alig akadt. A kísérlet lényege az volt, hogy megtudják, hogyan reagál a szervezet nagy mennyiségű vírusra. A táborokban rettenetes vérnyomás kísérleteket végeztek. Az alanyok nagy része kínhalált halt. Egyeseket élve boncoltak fel. A berlini Kaiser Wilhelm intézet volt a náci faji orvostudomány szíve. Az orvosok tömegeket gyilkoltak meg itt. Az intézet élen járt az emberi test és természet kutatásában. Ottmar von Ferschuer professzor az ikrek létének titkait kutatta. Munkájához Josef Mengele szaktudására is szüksége volt. Ferschuer grandiózus tervet eszelt ki. Génbankot akart alapítani, ahol aztán megalkotja a szuperfajt. A siker áldozatokat kívánt. Prototípusokra volt szükség. Különösen gyermekekre. ...1942 nyarán Mengele hazatért az orosz frontról. Csatatéri SS hadorvosként naponta döntenie kellett, melyik sebesült maradjon életben, és melyik pusztuljon el. Mengele karrierje Auschwitzban, Hitler befolyása alatt bontakozott ki. A világon egyedülálló kísérleti anyagra lelt itt, melyet látszólag lehetetlen volt kimeríteni. Ezrével érkeztek, nap mint nap. Auschwitzban nem adták olcsón az élethez való jogot. Nem volt kímélet. Hatalmas halálipar folyt itt. 1943. májusában a parancs Lengyelországba szólítja. Vajon tudta Mengele, mi várja Auschwitzban? Fogalmam sincs, miért léteznek zsidók, tetvek, bolhák és mindenféle férgek. A zsidókat ki kell és ki is fogjuk írtani. Ez legszentebb küldetésünk. Ezt vélték a végső megoldásnak. 1943. május 30-án Josef Mengele doktor szolgálatra jelentkezett. Egész Európából naponta emberek ezreit szállították Auschwitzba. Az egész család ott volt. A gyerekek, kicsik, nagyok, mindenki. Nem tudtuk, hova visznek, munkára vagy máshová. Talán lesz óvoda a gyerekeknek. Erre gondoltunk. Senki se tudott semmit Auschwitzról. Így utaztunk, éjjel-nappal. Nem volt se étel, se fürdő. Semmi sem volt. Három napi utazás után éjszaka értünk Auschwitzba. In der Nacht. Auf, 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 auf
hirtelen fény villant meg. Aztán zajt hallottam. Természetesen zűrzavar volt. Hajnali 2 óra volt. Hallottunk valamit, de nagyon gyorsan elválasztottak. A férfiakat jobbra, a nőket és a gyerekeket balra. Egy pillanat alatt elválasztottak. A bátyámmal hallottuk, amint azt kiabálják. Ikrek! Ikrek! Ikrek, ide! Gyorsan, mondták! Igyekezni, igyekezni! Mind ki kellett lépjünk, és hosszú sorokban felsorakoztattak, férfiakat, asszonyokat, külön-külön. Mengele úgy álltott előttünk, mint valami Napóleon. Egyik oldalon az erősebbek álltak. Ők dolgozni mentek. A többiek, akiket a halálba küldtek, a másik oldalon álltak. A gyerekek, akik nem tudtak dolgozni, az anyjuk mellett maradtak. A halálba vonulók oldalán. Meg kell érteniük Auschwitz hátterét. Minden orvosnak a megadott szabályok szerint határoznia kellett, hogy ki álljon balra és ki jobbra. Ez volt a napi munka. Mengele egy szót sem szólt. Valami áriát fütyörészett egész csendesen. Úgy állt ott, mintha valami zenekart vezényelne. Jobbra és jobbra, balra és balra. Náci lett belőle, de más volt, mint a többi. Az igazi nácik hittek abban, hogy a zsidók degeneráltak és alacsony rendűek. Mengele azt tartotta, 2 kiválasztott nép van, a német és a zsidó. Valamelyiküknek uralkodnia kell, és ő a németeknek szánta az uralmat, nem a zsidóknak. És azt kérdezte magában, mi az én kötelességem? Azt kellett tennem, amit parancsolnak, vagyis zsidókat öljek. Vagy pedig vannak más vonatkozásai is a dolognak. Mengele kedvenc dallama. Auschwitz ikrei előtt sokat fütyörészte. A nap névsorolvasással kezdődött. Órák hosszat álltunk a barakkok előtt. Ha valaki hiányzott, húzták az időt, és meg kellett keresni. A halottakat ki kellett tenni a barakk elé. A névsor olvasás után az ikreket a laboratóriumba vitték. Előbb összehasonlítási kísérleteket végeztek. Minden testrészt összehasonlítottak, szemet, szájat, orrot, minden külső testrészt. Csak összehasonlították. Hosszú órákig, sokszor napokig tartott. Azután vérátömlesztést végeztek. Az egyik ikervérét a másikba vitték át. Emlékszem, az ikrektől vért is vettek.
Annyi vért vettek tőlük, hogy belehaltak. Csak vették a vért, amíg egy csepp sem maradt bennük. Lefordultak a székről, mint valami üres műanyag zacskók, üres sörös üvegek. Egyszerűen megölték őket. Használhatatlanokká váltak. Képtelen vagyok elfelejteni ezeket a kísérleteket. A szöges drótkerítés mögé százával zsúfolták az ikreket. Ez volt Mengele emberi állatkertje. Sorsuk mégsem pecsételődött meg azonnal. Mengele magán számítottak. Ők voltak a kiválasztottak. Halál ura volt, tudtuk is róla, reszkedtünk tőle. Féltünk tőle. Amikor megjelent, akkor már egész oda voltunk, hogy most... Hogy nem-e kerül ránk a sor. Hogy most mi lesz, hova jön. Akkor már tudtuk, hogy mi van, hogy krematóriumban is elégetik az embereket. Szóval mi egy örök félelembe éltünk. Az életük Hitler kezében volt. Ezek a zsidók csak nevettek. Azt gondolták, tréfa dolog. Ma bezzeg nem nevetnek. Ma már tudják, hogy halál komolyra fordult a dolog, és azt is tudják, hogy itt nincs bocsánat. Hitler, Auschwitz értelmi szerzője, még csak nem is látta a tábort. Mengeléről sosem hallott. Pár napon belül megtudtuk, ki az a Mengele. Magas, szemrevaló ember. Minden reggel személyesen meglátogatta az ikrek barakjait. Mengele jóvágású ember volt, fiatal, 30 év körüli. Az ikrek apjának nevezte magát. Ha valaki valamit kért tőle, gondosan lejegyezte a kívánságát. Azt a gyereket gyakran még aznap este elvitték. Soha nem jöttek vissza. Megölték őket. A haláldoktor baktériumot oltott a vérbe. Koponyákat nyitott fel, és kivágta a gyermekek testének bizonyos részeit. Néhányan megmenekültek, mert az ikrek kutatásából professzori címet akart szerezni. Betegen vagy nem, józanésszel vagy anélkül, ha József Mengele doktor nincs, akkor én elpusztultam volna. Mengele elvetette a terhes nők gyermekeit, és Berlinbe küldte őket. Auschwitz gyermekei nagybácsinak hívták Mengelét. A gyerekekkel érthetetlenül viselkedett. Elnézte az ember, ahogy a kisebbeket, főként a lányokat, körül hordozta autóján a táborban, ahogy kellemes pillanatot akart nekik szerezni, tudván, hogy pár nap múlva a kése alá kerülnek. Ezt egyszerűen képtelenség volt felfogni. Ez volt a pillanat, amikor elfordultam Mengelétől. Nem tudtam követni többé. Thank you.
El kell képzelniük ezt. Mengele bevisz egy ikerpárt a kórházba, és sziámi ikreket operál belőlük. Látni akarta, hogy sikerül-e nekik. Egyetlen test, két szív, két szervezet. Rettenetes. Három nap múlva az ikrek szülei, Igris és Tigris, cigányok voltak. Megfojtották a gyermekeiket, hogy ne szenvedjenek. Háború és gyilkosság. Egy és ugyanaz, semmi különbség. 1944 nyarán Hitler csapatai megpróbálták a tömeggyilkosság nyomait eltüntetni. És Mengele? 1944. szeptemberében véletlenül találkoztam vele a táborban. Megkérdezte tőlem, hogy láttam-e már tudományos munkája eredményeit. Azt feleltem, nem, Hauptsturmführer, nem láttam. Gyere velem, megmutatom neked. A lapokon nagyon pontos rajzok voltak, és volt egy vastag dosszié, amit végiglapoztam. Arra gondoltam, miért mutatja ezt nekem? Ez nem jó, mondta egy pár rajzra, ez sem. Bólintottam, aztán befejeztem. Mikor végignéztem, összecsapta és azt mondta, micsoda szégyen, hogy mindez bolsevik kézre jut. Január 1945. A Vörös Hadsereg nyugat felé nyomul. Amint Sztálin csapatai a tábor közelébe értek, Mengele felkészült a menekülésre. Hirtelen megvilágosodott, hát persze, megmutatja nekem, hogyha túlélem, tanúsíthassam, hogy tulajdonképpen antropológiai tudományos vizsgálódást vitt véghez. A többi dolgát nem láttam. Megrendezte az egészet, mert tudta, hogy elvesztik a háborút. Mengelének nem jutott ideje arra, hogy az összes kísérletét befejezze. Mi tudtuk, hogy megölnek majd a gázkamrában. Elvittek a krematóriumba, elvették a ruháinkat. Tíz perc múlva kiengedtek. Mi történt? Elfogyott a ciklon B. Nem volt több gáz. Nem tudták megölni a gyermekeket. A múzeumban őrzött Auschwitz dokumentációban van egy névsor, amit Mengele írt. Az irat szerint ezek az emberek meghaltak. Éva is, én is rajta vagyunk a listán. Csoda, hogy túléltük. 1945 egy téli éjszakáján Mengele Hauptsturmführer eltűnt Auschwitzból. Az ikrekre vonatkozó kutatásainak minden bizonyítékát magával vitte. A tábor felszabadítása után kiderült, hogy Mengele 3000 ikerpárjából mindössze 180 maradt életben. A túlélők számára az emlék pokoli. És mint egy kísértet. Kísér bennünket az életünkön végig. Végig kísér bennünket, igen. Mert hiszen a betegségünk... Mindent neki köszönhetünk. Mindent. Az, hogy egyetlen egy rokonunk nem maradt meg. Valamilyen méreganyaggal beoltottak. Mai napig sem tudom, hogy valójában mi lehetett az. Teljesen megnyomorított a kísérlet.
az egész testem reszket. Epilepsziás rohamaim vannak. Milyen élet ez? A szörnyűség lelepleződött. Mielőtt Auschwitzból elszökött volna, az SS-tiszt egyszerű sorkatonának öltözött. Lecserélte az egyenruháját. Az amerikaiaknak nem volt könnyű dolguk. Meg kellett különböztetni a náci háborús bűnösöket a többi katonától. A szövetségesek, főként az amerikaiak, különös módszert használtak az SS-tisztek felfedésére. Tudták, hogy az SS emberek bal karjára rá van tetoválva a vércsoportjuk. Így gyorsan és egyszerűen felfedezték a sorkatonák között az SS-tiszteket. Az emberek levetették az ingüket és felemelték a kezüket. Mengelének nem volt tetoválás a karján. Ezzel az egyszerű és általában hatékony módszerrel lehetetlen volt felismerni. Mangolding, egy Rosenheim melletti felső bajor farucska. Itt bújt meg Mengele egy Fischer nevezetű földművesnél. Manapság Fritz Hollmannként ismerik. Az orvos mezei munkássá süllyedt, burgonyát szedett és gyomlált. Innen biztonságban követhette végig a Nürnbergi per lefolyását. Tudta, hogy auschwitzi múltjának feltárása csak időkérdése. És az ítélet? Kétségkívül, ebben biztos vagyok, a legsúlyosabb ítéletet kapta volna. ...1946 nyara. Az Augsburgban állomásozó amerikai vezérkarhoz parancs érkezik. Kutassák fel, és tartóztassák le Mengelét. A nyomozás Mengele szülővárosa Günzburg környékén kezdődött. Feleségét, Irénét a katonai rendőrség többször is kihallgatta. De az özvegyi feketébe öltözött Iréne Mengele ragaszkodott ahhoz, hogy férje szolgálatban elesett. A gyászoló özvegy hibátlanul és meggyőzően játszott a szerepét. Iréne naponta templomba járt, hogy halott férje lelkéért imádkozzon. Az amerikaiak szemmel tartották Frau Mengelét, de nem bizonyultak elég ébernek. József és Iréne gyakran találkozott egymással. Egy találkozásuk alkalmával Iréne arra biztatta férjét, hogy hagyja el az országot. Mengele azonban nem érezte annyira sarokba szorítva magát. 1946 végén korábbi társai a vádlottak padján ültek, de nélküle. Kétség nem fért azok ítéletéhez, akik ilyen típusú úgynevezett tudományos munkát folytattak, mint Mengele. Mengele az orvosok tárgyalásának szimbóluma is lehetett volna. Nem így történt. A magyarázat, az orvosok tárgyalásának ügyészei úgy tudták, hogy Mengele halott. Mindenről Mengele semmit sem tudott. Halálfélelemben élte napjait. Nem látott semmi esélyt a szabadulásra. Mégis volt remény. Bizonyos emberek pénzt áldoztak arra, hogy menekülését segítsék. 1949 húsvét vasárnapján az SS orvos elhagyta vidéki rejtekhelyét, az első állomás Innsbruck. Egy jól szervezett csapat mindent előkészített, még az állomás közelében lévő lakást is. Mengele észrevétlenül utazott. A következő nap, hajnali 6 óra.
Innsbruckból a Brenneri határ átkelő felé tartott. Ez egy órányi vonatutat jelent. Az Olaszország előtti utolsó állomáson Mengele leszállt a vonatról. Egy cinkosa elvezette a határig. A hivatalos átkelőhelytől távol Mengele régi, jól bevált csempész utakon jutott Olaszországba. Sterzing. A festői alpesi városkában Mengele a Gasthof Golden Cross szállóban találkozott Ninóval. Dél-tiroli hamisított útlevéllel Mengele új identitást nyert. Helmut Gregor név alatt Genf felé folytatta útját. Itt dél-tiroli útlevelét a Vörös Kereszt emigráns igazolványára cserélte. Emigránsként Mengele előtt szabadon állt az út. Hans Zedelmeier segítségével Mengele szökési terve jól haladt. 1949. július 18-án, 4,5 évvel auschwitzi szökése után Mengele Argentínába indult. Buenos Aires biztonságosnak tűnt. Ravasznak és elővigyázatosnak kellett lennie. Taxiba ült, és a Palermo szállóhoz indult. Új emigránsok találkozó helye volt itt. Mengele új irányt keresett életének. Argentina diktátora Juan Perón náci párti volt. Csodálta a fasiszták hatékonyságát. Meg kell érteniük, az emberi jogok, a halandóság és egyebek nem nyomtak alatban. Ha akkor ebbe az országba jöttél és pénzed is volt, megvásárolhattad a szabadságot. Mengelének erre volt szüksége, függetlenségre. A szabadság megvásárolható volt, a lelki nyugalom azonban nem. Szabadulás a jólétbe. A jólét azonban nem altatta el a félelmet. A szörnyű képek Auschwitz után 8 évvel is kísértették Mengelét. Családi adományokból Mengele a Fadro Farm gyógyszerész cégtársa lett. Anyagi gondjai nem voltak, de rettegett attól, hogy felfedezhetik. Egy este otthon voltam vele. Teljesen kikészült. Az idegei szinte felmondták a szolgálatot. Minden kis zajra összerezzent, hogy mi történt. Furcsállottam, hogy a múltjáról soha nem beszél. Egy dologra biztosan emlékszem. Reggel mindig fáradtan jött be. Néha csak úgy egyszerűen elaludt az asztala mellett. A Helmut Gregor álca vesztét egy németországi levél okozta. Iréne Mengele válni akart. Mengele biztonságban érezve magát, a saját nevét írta a papírokra a német követségen. Belefáradt a kettős életbe. Nyugat-német útlevélért folyamodott. A rutin eljárás nem fedett fel semmit Mengele múltjáról. Az útlevél fénykép Mengele egyetlen háború utáni arcképe. Helmut Gregor nevét törölték a helyi telefonkönyvből. Az új név József Mengele mellett ott állt a cím is. Mengele saját nevét használva repült Buenos Airesből Svájcba. Fiával Rolfal szeretett volna vakációzni, majd öccse özvegyét, Márta Mengelét látogatta meg. Hú!
Hosszas kitérő után Mengele visszatért Európa szívébe, Svájcba. Az utazás sikeres volt. Hans Zedelmeier, a család ügyvédje, mindent elintézett. 12 évvel az auschwitzi szökés után. Nyolc évvel az Európából való szökés után Mengele látogatása annyira zavartalan volt, hogy szinte otthon érezte magát. Először a német határ közelébe, az alpesi Engelbergbe ment. Mengele élvezte az utazást. Diadalmas visszatérés elébe nézett. A Mercedesben érkező úriember múltját senki sem ismerte. Bár Mengele nem járt inkognitóban. A svájci vakáció után Zedelmeierrel együtt megkockáztatta a hazatérést. Közeledett a leszámolás órája. Mengele Németországban tartózkodott, hivatalosan és mégis észrevétlenül. Günzburgban Mengele új terveket szőtt. Feleségül kérte öccse özvegyét. Hazatérése és rehabilitációja így teljes lett volna. De Auschwitz túlélői és szellemei nem tűntek el. 1958-ban a túlélők egy csoportja bevádolta Auschwitz brutális orvosát. Németországból üzenet érkezett. Vigyázz, a nyomodban vannak. 1959. júniusában Mengele ellen nemzetközi letartóztatási parancsot adtak ki. Izrael titkos szolgálata, a Mossad ugyancsak nyomozni kezdett. A náci vadászok kiinduló pontja Mengele első útlevele volt. A szál Adolf Eichmannhoz vezetett. Eichmann lebukott. Mengele ismét megmenekült. Becsomagolt és eltűnt. Hogy hová? Északra. Paraguayba? Igen. Strössner, Paraguay német anyanyelvű diktátora, befogadta és elrejtette Mengelét. A fejvadászok azonban kitartottak. Egy kerek esztendeig kerestem Dél-Amerikában, Montevideóban, Chilében, Paraguayban. Végül egy SS katonám keresztül, aki hajlandó volt segíteni, nyomára akadtunk Brazíliában. De hirtelen visszahívtak, más ügyet osztottak ránk. A Mossad karnyújtásnyira volt Mengelétől, de szem elől tévesztették. Mengele a brazíliai Sierra Negrában élte új számüzetését. Segítőtársa is akadt, az osztrák Wolfgang Gerhardt. Kényelmesen berendezkedett egy tágas területen, ahol kedvére dúdolgatta régi dallamát. Az évek teltek, a múlt kísértete egyre nyomasztóbbá vált. Naplójegyzet, 1968. június 18.
Nagyon rossz a hangulatom. Félek. ...1969-ben Mengele doktor São Paulo-ba költözött. Ez volt az utolsó otthoncsere. Mengele egykori segítőtársa Wolfgang Gerhard bőrébe bújt. Immár nyugdíjasan háziasszonyt alkalmazott. Elsa Oliverát, egy 25 éves nőt. Soha senki nem volt rám különösebben kíváncsi. De ő igen. Igazi barát volt. Érti, mire gondolok. Érdeklődött irántam. Törődött velem. Amíg a náci vadászok kétségbe esetten keresték, az auschwitzi tábori orvos jólétben élte napjait Bertioga partjain. A keresés itt hirtelen megszakadt. 1979. február 7-én Mengele úszás közben szívrohamot kapott és meghalt. 34 évvel Auschwitz után. Egész idő alatt szüntelenül keresték, de sosem fogták el. Leginkább attól félt, felfedik. Végül legsúlyosabb büntetése az életét végig kísérő félelem volt.